Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Szlávik János, infektológus, főorvos. Szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Mondjuk el gyorsan a kórház nevét is, ennyi kredit legyen nekik. Dél-Pesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet. Ez az ön torkából sokkal jobban hangzik. Mi történik a nagyvilágban? Mindenki ma már nem csak az oltásokat keresi, hanem azokat a gyógyszereket, amivel az intenzív osztályon lévő embereket meg lehet menteni. Mivel dolgoznak önök? Nem állunk jól, tehát nincs igazából valóban hatékony vírusellenes gyógyszerünk. Ellentétben az oltóanyagokkal, amit ugye egy év alatt sikerült a csúcsra járatni. Ha jól értem, abból legalább 6 féle forog a világban. 6 féle és már millió embert oltanak. A gyógyszereket nem lehet ilyen gyorsan megcsinálni. Tehát a gyógyszerekhez kell azért az a bizonyos 2 év, amíg kiderülnek a dolgok. A gyógyszerekkel nem lehet egy év alatt célba érni. Azokkal a gyógyszerekkel sem, amit valami másra használtak, és most újra szeretnék hasznosítani? Azokon már túl vagyunk. Tehát a járvány elején tavaly tavasszal végignéztük az összes gyógyszert, ami szóba jöhetett. Gondolok itt malária ellenes szerekre, AIDS ellenes szerekre, influenza ellenes szerekre, és sok-sok mindenre. Azokról nagy rész már kiderült, hogy hatástalanok, úgyhogy ezek nem lesznek, de a kutatási sorban vannak már olyan vírusellenes szerek, amikről látszik, hogy jó lesz, viszont a gyógyszereknél végig kell várni azokat a toxikológiai, magzatkárosítási, sok minden dolgot, ami miatt még ezek nem lesznek idén a kezünkben, talán jövőre. Az angol királynő kitüntetett egy magyar származású szakorvost, aki az intenzív osztályon dolgozik, és azt mondja, hogy a helyzet nagyon érdekes. A betegek ott vannak fenn az osztályon, fölmegy, beszélget velük, és azt mondja, hogy akkor most hívja föl a hozzátartozóját FaceTime-on, mert lehet, hogy egy órán belül már a lélegeztetőgépen van az intenzíven, és talán altatni is kell. Ilyen gyorsan változik a helyzet? Így van. A betegség 7.-8. napján szokott egy olyan kritikus állapot bekövetkezni, amikor a beteg hirtelen romlik, és ilyenkor van egy olyan helyzet, hogy azt kell neki mondani, hogy nem sokára jön a lélegeztetőgép. De szinte mindig így van. És a lélegeztetőgépről ugye 30-50-70%-ban lehet lejönni, attól függ, hogy az ember végül is mekkora szerencséje van, hiszen mi nagyon keveset tudunk tenni. Ugye lélegeztetőgép, oxigénterápia, szteroidterápia, néhány speciális terápia, de nincs olyan vírusellenes szer a kezünkben, amivel azt tudom mondani, mint például a C-típusú mágyulladásnál, az 100%-ban gyógyítható. Vagy az AIDS-nél, ahol azt mondom a betegnek, hogy szedi a gyógyszereket és leéli az életét. Itt nincs ilyen, nincs a kezünkben ilyen. A fent említett betegségek azért ma is megvannak. Mikor van ideje, hisz van egy saját osztálya ezekkel a betegekkel foglalkozni? Amikor innen elmegyek. Tehát gyakorlatilag hajnalban, délelőtt vagy a reggeli órákban van erre idő, utána sajnos a koronavírus viszi el az időmet, és ez hétvégén is így van. Ezek a betegségek most, hogy tulajdonképpen zárva van a világ, mennyire szorulnak háttérbe? Nálunk nem, hiszen pont a HIV betegséget a muszáj csinálni tovább. Ez egy olyan állapot, amikor az emberek 3 havonta jönnek a gyógyszerért, az ember ellenőrzi őket, csinálja tovább. De ebben ma már nem illik belehalni. Ebben nem. El tudom képzelni, hogy néhány más betegségnél maga a koronavírus és a koronavírus körüli egészségügyi hercehurca egy icipicikét visszaszorítja. Ugye a C-típusú mágyulladásra gondolok, ahol az emberek nem mennek el szűrésre, nem mennek el kontrollra. Tehát pont a koronavírus miatt elképzelhető, hogy van olyan helyzet, hogy bizonyos szűrések elmaradnak, vagy késnek. Tehát sokan mondják azt, hogy a koronavírus úgymond rossz hatással van a daganatos betegségekre, illetve igen, ez elképzelhető. Van egy nagy probléma. A 60 éven felüli tévénézők, vagy a tinédzserek nem olvasnak orvosi szaklapokat. Így aztán nem vagyunk tisztában azzal, például a legfrissebb londoni információ szerint, hogy például a moszkvai vakcina is
megkapta már, illetve megjelentek a tanulmányok róla független lapokban. Mit tud erről mondani? Nekem tiszta lelkiismeretem. Én a kezdetek óta azt mondom, hogy azok az oltások, amiket törzskönyveznek és milliószámra használnak, azok hatékonyak és biztonságosak. És nagyon-nagyon kígyott békát kiabáltak az orosz vakcináról, ugye ne felejtsük, ez a Sputnikról van szó. De ezt lehetett tudni, hogy ezzel semmi probléma nem lesz, és most a Lancetben megjelent, hogy tényleg nincs vele probléma. Úgyhogy jó lenne, hogyha most már az oltóanyagokat nem a származása helyük alapján minősítenénk, hanem a hatékonyságuk alapján. Úgyhogy úgy tűnik, hogy azok az oltóanyagok, amik a milliókat oltanak, és gondolok itt a kínaira is, azok mind képesek arra, hogy a járványt megakadályozzák. Van az angoloknak ez az Oxford és egy hosszú neve vakcinájuk, ami az egyik szaplapban megjelent írás szerint nem ajánlják 65 éves felülieknek, és tegnap utána jártunk a dolgoknak, persze, hisz az önkéntesek azok általában sokkal fiatalabbak voltak, illetve a 60 felettiek kisebb számba voltak, ma viszont már azt is pótolták, és mindenkinek ajánlják. Lehet, hogy itt a kommunikáció hiánya megy félre? Ugye a mai világban bárki bármit mondhat, és azonnal szenzáció lesz belőle, és a szenzációt az emberek jobban meghallják, mint a szakembereket. Hát ez történik az oxfordi vakcinával is. Hát ugye gözölték, hogy ez nem jó az időseknek, de nem ezt mondták, hanem azt mondták, hogy óvatosan, nincs elég adat. Mert hogy a kísérleteket fiatal öngéletek voltak. A gyártó azt mondta, hogy ez egyáltalán nem igaz, de azt már nem hallják az emberek. Az emberek azt hallják, amit szeretnének hallani, ami jó kis szenzáció, hogy például az orosz vakcina, az egyik orosz tudós közölte, hogy az orosz vakcinát óvatosan kell alkalmazni daganatos betegeknél. Az óvatosan alkalmazzuk, az nem azt jelenti, hogy nem adható, hanem hogy óvatosan. Hát ugye a leghíresebbel, ugye a Pfizer vakcinával, amivel Magyarországon is legtöbb embert oltják, ugye mondták, hogy ugye allergiásoknak nem adható. Ez nem igaz. Allergiásoknak is óvatosan adható. Tehát ezek nüanszok, de kvázi oda kell figyelni, hogy milyen egyéb megvilágítják azt, hogy a média mennyire el tudja ferdíteni az információkat. Nekik fontosabb az, hogy valamilyen szenzációs, rengeteg újságban, honlapon megjelenő hír legyen, ahelyett, hogy az pontosan fogalmaznak. Főorvos úr, itt van nekünk példának a Közel-Kelet. Iszonyú klassz átoltottság van, mégis nagy a fertőzések száma. Ugyan az írások szerint könnyebb, de sokkal jobban fertőznek. Ez a mutáció következménye? Ez még a Közel-Keleten még nem a mutáció következménye. A Közel-Keleten, ahol ugye lassan most már például az Arab Emirátusokban az egész országot beoltják, mégis magas az esetszám. De ne felejtsük el, hogy a világon, az Emirátusokban csinálják a legtöbb tesztet lakosság számra. Ha nagyon-nagyon sok tesztet csinálnak, akkor nagyon magas az esetszám. Magyarországon is rengeteg beteg esik át úgy a fertőzésen, hogy fogalma sincs róla, hogy fertőzött. Nincsenek tünetei, vagy valami nagyon enyhe tünetei vannak. Ha nagyon sokat tesztelnek, akkor aránylag sok az eset. Tehát az Emirátusokban 1 millió 300 000 tesztet csinálnak, ami azt jelenti, hogy egy embert egy évben többször is megtesztelnek. Ez elképesztő. Tehát ha nálunk is nőne a tesztek száma, akkor kiderülne, hogy sokkal többen kapták el. Így van. Sokkal többen. És sokkal többen terjeszthetik is akkor. Sokkal többen terjeszthetik, de ugye ott az Emirátusokban rengeteg embert oltanak, és mégis magas az esetszám. Ezzel semmi baj nincsen. Egyre kevesebben van a kórházban, és egyre kevesebben halnak meg. És ez így van Izraelben is. Az elmúlt néhány napban volt egy olyan nap, amikor Izraelben egyetlen egy ember halt meg a koronavírus következtében. Ez drámai, ugye egy ilyen közel 10 milliós országról beszélünk. Tehát magyarul látszik már az, hogy az oltásoknak milyen pozitív következményei vannak. A mutáns az egy más kérdés. A mutáns az elterjedhet olyan mértékben, hogy meg kell változtatni az oltási stratégiát, vagy az oltások. Korábban ön azt mondta a kérdésemre válaszolva, hogy a Pfizernak és a másiknak könnyű, mert csak a fejét kell valami. Így van, ez is lesz. Tehát már a Moderna bejelentette, hogy a legújabb oltóanyagai már a mutánsok ellen is hatékonyak. Tehát most már nem győzhet a koronavírus. Tehát most már mi fogunk győzni. Jó, mi fogunk győzni, nem fogunk meghalni. Elkaphatjuk a betegséget. A betegségnek utóhatásai is vannak.
szaklapok szerint a fiatalok 3-4 hónap múlva térnek magukhoz, viszont az idősebb korosztály hónapokig és a korábbi betegségeiknek a nyomai is felfokozódnak. Mit tud erről mondani? Mit értettem félre az írásból? Nem, ez valóban így van. Hát mondjuk egy olyan korábban 15%, ma már inkább 30%-ra teszik azt, akinek valamilyen utóhatása van. Ez azt jelenti, hogy fáradt, gyenge, alvászavara van, köhög, nem jön vissza az ízérzése, a szagérzése. Ez sajnos tényleg így van. Szaklapok szívritmuszavarról, bénulásokról beszélnek. Azért azok ritkábbak. Erre jó például a hivatásos sportoló. Tehát, hogyha egy hivatásos sportoló átesik a betegségen, neki 3 hétig meg van tiltva a sportolás, az edzés, azért nehogy valami szövődménye legyen. Valóban így van. Tehát, hogyha ezt nem tartja be, akkor lesz szívritmuszavar, a szívével lesznek problémák. Ebből is látszik, hogy ez a vírus mennyire komoly. Napjaink legnagyobb kérdése a terhes anyák. Mindenféle tévhitek voltak erről. Az éjszaka egy riportot végignéztem az izraeli közszolgálati televízióba, ahol ma már a terhes anyák sorba állnak megkapni az oltást. Mi a helyzet Magyarországon? A gyógyszergyártók rendkívül óvatosak. Tehát ők azt mondják, hogy a terhesekkel és a gyerekekkel kapcsolatban nincsenek adatok, de amennyiben úgy dönt az orvos, hogy a koronavírus fertőzés rizikója nagyobb, mint az oltásnak a rizikója, beadható. Mi Magyarországon azt mondjuk, amennyiben egy terhesnél nagyon nagy veszély van arra, hogy valami nagy baj lesz, hogyha elkapja a koronavírust, akkor be lehet adni az oltást. Túlsúlyos, cukorbeteg, cívbeteg, vagy olyan komoly betegsége van, ami miatt nagy valószínűséggel baj lesz, ezért beadható. Izraelben egyel előrébb léptek, ott azt mondták, hogy mivel a terhesség egy komoly rizikófaktor arra, hogy a terhes anya súlyosabb betegségben fog szenvedni, ez így van egyébként, ezért ők nyugodtan oltják a terheseket. A gyógyszergyártó azt mondja, hogy nincs erre adat, tehát az orvosnak kell eldöntenie. Egy magyarországi hír szerint engedélyezte az országos tiszti orvos, hogy a második adag vakcinát más ember kapja meg, és idővel majd meg fog jönni. Tehát, hogy az időintervallum egy kicsit több lesz, mint maximum 2 hét, 3 hét, vagy kicsit több. Veszélyes ez? Nem veszélyes, ha tudjuk, hogy hogy érkeznek az oltóanyagok. Itt arról van szó, hogy beadják a második félretett oltóanyagot is azoknak, akik először kapják meg. Egész egyszerűen tudni kell azt, hogy az meg fog jönni. Tehát, hogyha tudjuk, hogy a következő héten hány oltóanyag jön, vagy a következő 2 hétben, akkor egészen egyszerűen be lehet adni, mert tudom, hogy meg fog jönni az illetőnek. Az a bizonyos második oltóanyag. Vannak itt Anglia példájából kiindulva, vannak itt csúsztatások. Ugye angoloknál tudjuk, hogy ők úgy döntöttek, hogy inkább beadják mindenkinek az elsőt, aztán a második ráér. Úgy van, hogy 3 hét múlva kell a Pfizer vakcináját újraoltani, és a gyártó azt mondta, hogy amennyiben a második vakcinát 42 napon belül adják be, az rendben van. Ha 42 napnál tovább, tehát késnek, akkor nem vállal érte felelősséget. Tehát maximum 42 napig lehet várni a második beadását. Én tudom, hogy ön nem egy időjós, de nekem dolgom van Kínába, augusztusban. Ön szerint megrendelhetem a repülőjét? Nem, szerintem nem. Európában ezzel az oltási trenddel, ezzel az oltási sorozattal egész egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy nyárig végzünk. Tehát azért... Akkor lehet, hogy Angela Merkelnek, illetve a német egészségügyi miniszternek igaza van? Hogy mindegy, hogy milyen vakcina, a lényeg, hogy be legyen vizsgálva és azonnal beoltani? Így van, de a mutánsokat nem szabad elfelejteni. Lehet olyan mutáns, ami miatt újra kell oltani. Most, hogyha újra kell oltani, azon nincsen probléma, de az utazásokat, a nemzetközi utazásokat rendkívül fogja gátolni. Azt állítják nemzetközi tudósok, hogy ha valaki a betegségből kigyógyult, át van oltva, akkor is továbbra is be kell tartja a maszkhasználatot, mert hordozó, illetve fertőző lehet betartani a 2 méteres távolságot és az alapvető higiéniai dolgokat. Mennyire tudja ezt megerősíteni? A legújabb hír az az, hogyha valaki be van oltva, akkor ugyanúgyra fertőződhet, de szinte egyáltalán nem fertőz. De más megfertőzhet? Nem, szinte egyáltalán nem fertőz másokat. De
nem tudunk emberek között különbséget tenni azzal, hogy most te be vagy oltva, te nem vagy beoltva, azaz maszkot kell használni. Hiszen ez azt jelenteni, hogy aki nincs maszk, az oltott, akin van maszk, az nem oltott. Ezt nem lehet megtenni. Inkább hordjon mindenki maszkot. Ez a demokratikus. Az a kérdésem, hogy vigyázzon magára, mert egészségesen van szükség magára, önre. Igyekszem. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában dr. Szlávik János infektológus volt stúdiónk vendége. Bízunk benne, hogy majd malária és egyéb oltások miatt fogjuk őt keresni, de hát úgy tűnik, hogy egy darabig azért foglalkoznunk kell a Covid-dal is. Előzetesek is jövünk vissza. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.